Nagyon jó könyvek jelentek meg, nagyon érdekes egy ilyen helyzetben, hogy milyen olvasmányokat tudunk adni a gyerekeknek. Ez történt 2020-ban írói szemmel. A Virányosi Közösségi Ház aktuális kiállítása arra ad választ, hogy milyen volt az elmúlt év, mi történt 2020-ban a hazai gyermekirodalmi életben. A virtuális térben megtekinthető kiállítás különleges eseményeket tár fel a gyerekkönyvek világából. Nagyon sokféleképpen át lehet ezt tekinteni, itt ilyen tablók láthatóak, és ezek mentén lényegében témakörökre van bontva, hogy mi minden történt a gyermekirodalomban. Itt az díjakról van szó, külföldi elismerésekről van szó, szakmai mérföldkövekről van szó, új intézményekről van szó, minden, ami történt, egy kicsit tematikusan van egybefésülve. A kiállításból kiderül, a koronavírus járvány a gyermekirodalomra is nagy hatással volt. A gyerekkönyvekben olyan témák jelentek meg, mint a félelem, a szorongás vagy az ismeretlennel való szembenézés. Ezeknek a megértéséhez vagy feloldásához akár egy-egy illusztráció is nagy segítséget jelenthet. Ez a nehézségekkel teli időszak ugyanakkor sok új lehetőséget is adott az íróknak. Itt gondolok akár a külföldi elismerésekre, külföldi megjelenésekre. Volt több olyan alkotó, akik bekerültek rangos megmérettetésekre, például van Ausztriában egy kreatív szakmai díj, a József Binder díj, ott például okleveles lett egy magyar illusztrátor, Herbst László, vagy Márai Marian, aki egyébként a 12. kerületben él, ő is egy nagyon ismert illusztrátor, itthon is és külföldön is, most már ezt mondhatjuk, második alkalommal került be megint csak egy nagyon rangos illusztrációs verseny, a Silent Book Contestnek a döntőjébe, egy gyönyörű munkával egyébként. Az Év gyerekkönyvei 2020-ban című kiállítás remekül illeszkedik a Virányosi Közösségi Ház profiljába, tette hozzá a művelődés szervező. A háznak most már ez a harmadik év, hogy kifejezetten a gyerekekre, a családokra igyekszünk gondolni. A házba egyébként nagyon sok család jár, mert olyanok a programok, tanfolyamokra jönnek, próbákra jönnek. Hát most egy kicsit csendesebb, de ez majd reméljük, hogy előbb-utóbb úgyis változni fog. Tehát kialakult egy olyan látogatói kör, amit igyekszünk specifikusan, hát nem is, hogy kielégíteni, hanem az érdeklődésüket fönntartani, és még további érdekességeket adni nekik, értéket adni nekik. Wittmann Ildikó hangsúlyozta, a családoknak szóló programjaikkal nem csak a helyi közösségeknek szeretnének kedvezni, hanem örömmel fogadnak minden, akár más városból érkező látogatót is.